tudomásul kell venni, hogy a magyar szent korona szentsége fölött nem diszponál a pápa. Kész, ennyit erről. Vagy tudomásul veszi, vagy nem veszi tudomásul. Csak ebben a két kérdésben dönthet. Pontosan egyetlen kérdésről van szó. És arról van szó, hogy olyan szintű a magyar szent korona szentsége, hogy egyszerűen nem éri el a pápai diszpozíciós jogkör. Alatta van. Na most ez, ha valakit sért, akkor magába keresse a hibát. Nagyon szeretném, mert itt tényről van szó. És annak a pápának be kell látnia, tárgyalásokat kell kezdenie, és két évi tárgyalás után, ez 1308-ban kezdődik el ez a konfliktus, és 1310-ben tudja csak visszaszerezni a koronát, hosszú-hosszú tárgyalás sorozat révén, és utána valahogy nem esik szó arról, hogy mintha elvették volna ennek a szentségét. Semmi, egy szó se. Ugyanolyan szent maradt természetesen, és ezzel koronázzák meg, immár harmadszor, meg közben volt, illetve előtte volt még egy, az is pápai iniciatívára, azért ezt hozzá kell tennem. Tehát egész egyszerűen nem értik Rómában, hogy működik a magyar szent korona. Miért nem? Mert messze a fölött, a szint fölött működik, mint amit ők meg tudnak közelíteni. És nem tudom, észrevettük-e, jelen időt használtam. Ez egy nagyon lényeges tétel, tehát nagyon-nagyon lényeges dologról van szó. Ezt a szentséget nem ő adta a koronának, tehát nem is veheti el. Na most a magyar szent koronának ez a szentsége tehát valahonnan onnan származik, ami a Rómához tartozásunkat megelőzte, mert különben mi máshonnan nem kaphattunk szentséget. Tehát azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a Rómához való csatlakozásunk előtti időszakból kell származzon. Na most ezt mivel próbálják kivédeni? Nyilvánvalóan egy ilyen megállapítás nincs mindenki ínyére. Mivel próbálják? Azzal, hogy de hiszen pápa küldte Szent Istvánnak. Érthető? Na most, egy darab ideig én azt hittem, hogy ezzel a teljesen bizonyítatlan álhírrel már leszámoltunk. Tehát már tudományos publikációban réges-régóta, mint abszolút megcáfolt vélekedést tartjuk nyilván. És egyszer csak legnagyobb meglepetésemre hallom, hogy a saját kormányfőnk így nyilatkozik, de ez nem Csótány volt, bocsánat, ez Orbán Viktor volt. És ugyanakkor maga a pápa is nyilatkozik. És ugyanúgy. Anélkül, hogy összebeszéltek volna. Tehát egészen egyszer, ez akkor volt, amikor Esztergomba szállították a koronát. Saját fülemmel hallottam gyors egymás utánban mind a két nyilatkozatot. És az volt az óriási szerencsém, hogy ugyanakkor, ezt elmondtam már ezt a példázatot, csak lehet, hogy nem ezzel a témával kapcsolatban, hogy ugyanakkor a... Na milyen tévének, nem, Duna tévének stúdiójában ültem, mert fölkértek, hogy kommentáljam ezt az esemény sorozatot. És legteljesebb megdöbbenésemre hallom először a hivatalos pápai bejelentést, hogy igen, második szilveszter pápa küldte a koronát, a szent koronát Szent István királyunknak. És hogy erre emlékezünk most, és ez milyen nagyszerű dolog. Valamivel kulturáltabban volt megfogalmazva, de ez volt a lényege. Majd utána pár perccel ugyanezt, de majdnem szó szerint bejelenti Orbán Viktor miniszterelnök. És ezek után az orrom alá nyomják a mikrofont, hogy akkor most akkor ezt kommentál magyarul, hogy erősítse meg, hogy milyen jó ez, és akkor kellett pillanatok alatt koncentrálni, most erre én mit mondjak? És akkor találtam ki hirtelennyében, hogy meg tudom érteni, hogy egy kormányfő az adott politikai helyzetnek megfelelően kell, hogy fogalmazzon, még ilyen nagyságrendű kérdésekben is. Azt már kevésbé tudom megérteni, hogy az emberiség tetemes részének legmagasabb szintű szellemi vezetője is így fogalmaz. De tessék megérteni, hogy én viszont csak az igazsághoz tarthatom magamat. Megértem, hogy miért így van, pontosabban nem egyforma mértékben értem meg, mert mondjuk egy miniszterelnök, akkor ő most éppen gazsulált Rómának. Na de Róma kinek gazsulált? A Jóistennek biztosan nem. Tehát egy-egy ilyen jelentésért, kijelentésért nem tudom, hogy mit adnak majd a túlvilágon, de nem szeretnék a helyébe lenni. Ugyanis pontosan tudja, hogy ez hazugság. Nem lehet nem tudni, és erre nem lehet más kifejezést használni. Egész egyszerűen szemünkbe hazudnak. Pontosan tudjuk, hogy az egész korona küldéssel kapcsolatban összesen két szöveg maradt ránk, amire hivatkozni lehet.
Na most ezt azért jó megbeszélni, mert ez biztosan belefér még a mai délelőttbe. Az egyik az egy legenda szöveg. Na most, rögtön tisztázok, hogy a legenda szövegének történeti hitele sohasem vethető össze, mondjuk évkönyvnek, vagy krónikának a történeti hitelével. Ugyanis annak a hitelessége más szinten van. Annak a léleképítés, lélekgondozás szintjén a hitele. Tehát egy legenda nem arra szolgál, hogy történeti adatokat az eseményeknek pontosan megfelelően közöljön. Ez teljesen nyilvánvaló dolog. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a legenda az felesleges vagy hiteltelen, csak más szinten van a hitele. Ezzel együtt lehet éppen alkalmazni, de itt meg nagyon kell tudni, hogy ezt a legendát mikor fogalmazták, akkor, amikor fogalmazták, akkorból való-e az a változat, ami ránk maradt. Nem tudom, hogy ezt eléggé bonyolultan fejeztem-e ki, vagy még egyszer fogalmazza. Tehát magyarul az, amit én ma olvasok, például Szent István Hartwig püspök által megfogalmazott legendáként, ez az-e, amit ő maga írt? Vagy 25. másolata? Ugyanis nálunk általában dokumentumok, nem tudom, én hanyadik másolatban maradtak fönn. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy ő maga is így fogalmazta. Most történetesen az, amiben a korona küldésről szó esik, az egy Hartwig nevezetű győri püspöknek 1110 és 16 között megfogalmazott Szent István legendája. Ez három Szent István legenda közül a legkésőbbi. A két korábbi, az még jóval korábbi, tehát még a 11. század második feléből való. Ezek az úgynevezett kis legenda és a nagy legenda. Ezek vagy mind a ketten, vagy egyik a másik nyomán, ugye másolva és kibővítve, ezek minden jel szerint a szentélyavatás előkészítő iratok voltak. Ez mit jelent? Az, hogy Szent László avatta szentté, mint ismeretes Szent István, és a szentté avatásnak az előkészítése során három fázis van. Ezt se árt, ha tudjuk, mert azért itt nem csak tárgyakkal foglalkozunk, hanem bizonyos általános műveltséget sem árt, ha magunkba szívunk. Tehát ha azt halljuk, hogy szentté avatás, boldogávatás, akkor ideális esetben, mondjuk a IV. Károly nem volt ilyen, de ideális esetben három fázisú egy ilyen szentélyavatás. Az első fázisban össze kell gyűjteni a hiteles adatokat arra vonatkozóan, hogy az ő tevékenysége akár életében, akár halála után természet fölötti jelenségekkel kapcsolódott. Tehát az ő beavatkozása, akár politikai, akár magánéleti szférába, valamilyen természet fölötti jelenséget vagy létrehozott, vagy annak kíséretében jelent meg. Másrészt pedig a halála után történt-e ilyen, mondjuk a sírjánál, búcsújáróhelyénél, és így tovább, és így tovább. Ez az adatgyűjtés korszaka. Nem tudom, hogy értesültek-e róla, hogy mondjuk IV. Károlynál milyen terjedelmű volt a rendkívüliségeknek a... Egyetlen egy kóbor apáca volt, az is olyan messze tőlünk, hogy lehetőleg ne jusson eszünkbe se, hogy ellenőrizzük. Aki meggyógyult, mert állítólag fohászkodott IV. Károlyhoz. Itt egy nemzet fohászkodott hozzá a miniszterelnöke képében, képviseletében, és nem hallgatta meg. Na most tessék összevetni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy itt nagyon sok adatot kellene összegyűjteni. Ez az első fázis, és itt nagyon fontos, hogy hiteles adatok jöjjenek össze. Miért? Mert jön a második fázis, és az micsoda? Ez az ördög ügyvédjének a működése. Az ördög ügyvédje az nem jelképes fogalom, hanem az egy működő státus volt valaha. Tehát ez azt jelenti, persze megbízás alapján, tehát ez azt jelentette, hogy neki mindent be kell vetnie annak érdekében, hogy cáfolja az eddig összegyűjtött adatanyagot. Ő ebben az ördögöt képviseli. Ne lehessen szentté avatni az illetőt. Tehát neki árgus szemekkel végig kell vizsgálni ezeket az adatokat, és azt mondja, hogy itt nem elégséges az indokolás, itt elfogult volt, aki a beszámolót adta, ez nem így történt, hiteles adataink vannak, hogy nem így, és akkor marad valami, ez nem elég, hogy szent legyen, vissza az egész. Vagy azt mondja, hú, bőséges, sőt, még van ilyen adatom is olyan. Tehát ez egy nagyon szigorú rostálás. És ami ezután megmarad, azt bírálja el az egyházi főhatóság. Na most ezt gondolom tudjuk, ez nem mindig a pápa volt.
Tehát ma szokták emlegetni, nő, hogy nektek ennyi szentetek van. Hát ezt mind a pápa avatta? Nem. Ez nem volt mindig pápai jogkör. Lehetett, püspök is avathatott szenté. Tehát vigyázat, ez a minden jog az enyém, ide nekem az oroszlánt is. Tehát ez nem volt mindig a pápai magatartásnak a, hogy mondjam, az összpontosító hát tevékenysége. Ez fokozatosan vont maga hatáskörébe egyre több dolgot, míg egyszer csak gyakorlatilag nem maradt másnak. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert attól még lehet nagyon is hiteles valakinek a szenté avatása, hogy a maga idejében nincs ott a pápai udvarban az oknánya. Nagyon is teljesen hiteles. Na most minden esetre Szent Istvánnak ebben a két minden valószínűség szerint szenté avatást előkészítő okmányában, a kis legendában és a nagy legendában nyoma sincs koronaküldésnek. Ezek pedig közel az ő halálához, ő 1038-ban halt meg, és a szenté avatás is nincs egy fél évszázad sem, most nem emlékszem, hogy 83-ban vagy mikor történt, de lényeg az, hogy nincs egy fél évszázad sem köztük, és még élnek a szemtanúk. Tehát azt jelenti, hogy bizony itt nagyfokú hitelességre kellett törekedni, mert különben azonnal jön az ördög ügyvéd, és azt mondja, hopp, itt nem így volt. Na most tessék nekem úgy teljesen józan paraszti ésszel végig gondolni, ha valóban pápa küldte volna a szent koronát, ez a szentség megállapítása szempontjából előny lett volna, vagy inkább hallgassuk el. Nyilvánvaló előnyt jelentett volna, teljesen nyilvánvaló, egészen biztosan nem hagyták volna ki. Tehát ez az argumentum ex silencio típusa, tehát amikor az érv vagy valaminek a hiányából, valamiről való hallgatásból vonható le, azt tudnék, hogy akkor nem is tudhattak róla. Magyarul Szent István halála után, mondjuk kerek 50 évvel, egész egyszerűen senki nem tudott potens személyek közül arról, hogy ide pápa küldött volna koronát. Ennek gyakorlatilag egyetlen reális okát lehet feltételezni, és az micsoda? Az, hogy nem is küldött. Na most, ez a harmadik Szent István legenda, amelyik viszont jóval később, tehát akkor már garantáltan nem élhettek olyanok, ha csak nem 100 éves korban, akik még tanúk lehettek volna. Hát ne felejtsük el, 1000-ben kellene ennek létrejönni. Tanúja 1110-ben 110 éves. Ha akkor született, akkor is. Tehát legalább 130, hogyha már el akarom fogadni a tanúságát. Hát ezeket nyugodtan ki lehet hagyni a számításból. És ráadásul, ami az egészben a kellemetlenebb, hogy ez a koronaküldés epizód a Hartwig püspök féle legendában bizonyított módon későbbi betoldás. Tehát még csak nem is 1110 és 16 közötti, hanem egy jóval későbbi, egyelőre nem tudjuk, hogy melyik korban, abban készült, és úgynevezett interpoláció, tehát betoldás az eredeti szöveg. Miért? Mert ki tudja, hanyadik másolat maradt ránk. Tehát ez nem Hartwig püspök saját fogalmazása, hanem egy jóval későbbi betoldás. Na most ennek a hitele tehát a nulla körüli tartományban mozog. Nyilvánvaló érdekek motiválják, és ráadásul még azt is tudjuk, hogy Könyves Kálmán korában nagyon súlyos válságba került a magyarországi szakrális jogrend a pápasághoz való viszonya tekintetében. Tudjuk, hogy Könyves Kálmánt nem királynak nevelték. Eddig gondolom általánosan ismert a téma, hanem főpapnak nevelték. És meg is szökött, amikor arról volt szó, hogy őt mégiscsak királlyá akarják kinevezni. Ez egyébként Szent Lászlónak volt élete utolsó pillanataiban a döntése. Máig vitatjuk, hogy ezt mi indokolta. Mert egyébként Álmos volt a másik testvér, és őt nevelték királynak, és innentől kezdve Álmosnak az élete egyetlen nagy tragédia. A megvakításáig, a kis hián, a meggyilkolásáig, és így tovább, és így tovább. És hát Kálmán meg eléggé sok ténnyel bizonyította, hogy bizony megingott az ő királyi magatartása. Ezt most én nem részletezem a képes krónikában, ezek részletezve vannak. Az egyik, amit a képes krónika már nem említ, mert már helyreállt közben a helyzetünk, az volt a legsúlyosabb, és ez mi volt? Az, hogy magyar király investitúra jogáról időlegesen lemondott. Na most mit jelentett az investitúra jog? Az investitúra beiktatást jelent magyarul. Mibe való beiktatás? A püspöki jogkörbe való beiktatás. Ez
a magyar Szent Korona országában a királyi jogkör, vagyis a Szent Korona jogkörének volt egy eleme, egy megnyilvánulási módja. Na most tessék nekem megmondani, hogy püspököt egész Európában hány királynak volt joga kinevezni? Sem egyedül a magyar királynak. Ez egy akkora kitüntetés volt, hogy ez egyszerűen nincs mit mérni. Megpróbálták ezt a jogot megszerezni a német-római császárok, ebből fakadtak az úgynevezett investitúra harcok, amiket úgy szoktunk tanulni, és soha nem sikerült megszerezniük. Na most, ha összevetem, fogjuk mindjárt majd, lehet, hogy ma már nem, de a következőben biztosan összevetni a német-római Szent Korona által képviselt jogokat a magyar Szent Korona által képviselt jogokkal. Látni fogjuk, nagyságrendi a különbség. És ennek csak az egyik kifejeződése az, hogy a magyar király igenis investitúra joggal rendelkezett, és rendelkezik ma is. Tehát Könyves Kálmán egy nagyon rövid időre teljesen értelmetlenül lemondott. Ez körülbelül olyan, hogy lemond Antal József arról, hogy a Kárpát-alja, ami innentől kezdve, hogy fölbomlott a Szovjetunió, teljesen magától értetődő a magyar királysághoz tér vissza. Ugyanez vonatkozik a Felvidékre természetesen. Ugyanez vonatkozik a Délvidékre természetesen. De nem vonatkoznak már rá a trianoni megállapodás, ránk kényszerített egyezmények. Sem a párizsiak. De ő lemond róla. Most ez az investitúra jogról való lemondással nagyságrendileg összevethető. Tehát, hogy gondoljuk végig valamit, amit mi nem azért kaptunk, mert szép a szemünk, hanem azért, mert egyedül ez a nemzet tudja méltóképpen gyakorolni az investitúra jogot. Tehát nem él vele vissza. Ezt én visszalököm oda. Tessék, disznók közé a gyöngyöt. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek jogok, hanem ezek felelősségek. Ezek nem kitüntetések, hanem egy olyan felelősség, amivel, ha mi nem élünk, senki más nem fog élni. Ez egy bizonyos érettségre van szükség. Erkölcsi értelme vett érettségre. Na most a Hartwig püspök féle megfogalmazásban viszont egy nagyon érdekes történet fogalmazódik meg. Ezt én elmondom, mert nem mindenki ismeri. Jó? Ezt még kibírjuk? Jó. A történetnek, és akkor ezen lemérhetjük azt is, hogy milyen hitelt adhatunk mondjuk a Szent Koronának Rómából való küldése és kapása ügyében, mondjuk a Hartwig féle legendának. Tehát úgy kezdődik a történet, legalábbis ez a része, hogy a pápa, és nem nevezik meg. Aki azt mondja, hogy a második szilveszter, az már eleve hazudik. Mert látni fogjuk, hogy szilveszter biztosan nem lehetett. Tehát a pápa készített egy koronát, kik részére? A lengyelek részére. Mert a lengyelek kérték, a lengyel követek a királyaik részére. Kérték, hangsúlyozom. Na most, elkészül a korona, ott vannak a követek, és utolsó éjjel, mielőtt átadná, azelőtt való nap éjjelén, álmot lát a pápa. Megint mondom, név nélküli pápa. A lengyel királyt megnevezik. Hogyan nevezik? Mieszkónak. Mieszkó valóban volt lengyel király, egyetlen szépséghibája van, nem második szilveszter kortársa volt, és mint ilyen nem Szent István kortársa volt. Tehát előbb uralkodott. Szent István és vele együtt nagyjából egyidejűleg trónra került második szilveszter, már Vitéz Boleszlávnak volt a kortársa. Ez egy későbbi időszak. Már eleve nem lehet hitele a koronaküldésnek. Tehát mondom, Mieszkó lengyel király részére készen a korona, ott várnak a követei, akik kérik, álmot lát a pápa. Megjelenik neki az angyal, aki közvetíti magának Jézusnak a döntését, ami így szól, hogy ne add holnap a lengyel követeknek ezt a koronát, amelyet ők kérnek tőled, hanem holnap egy ismeretlen országból követek érkeznek az udvarodba, és koronát fognak uralkodóik részére követelni. Add nekik ezt a koronát. Most erre azt mondja az ember, hoppá, lengyelek kértek, ezek követelnek. Milyen alapon? Biztos fordítói fogás azért, hogy elkerülje ezt a sok kér-kér-kér igét. Jó.
egyelőre zárójelbe tesszük a feltételezést. Na most fölébred a pápa, és mit tesz Isten? Megjelennek a magyar követek, megint nincs a továbbiakban leírva, hogy Szent István követe, megjelennek a követek. És követelnek, újra megjelenik a szövegben ugyanez a kifejezés, követelnek királyuk számára koronát. Ő visszaemlékszik az álmára, és nekik adja oda ezt a koronát. Ez lenne az írásos bizonyítéka arra, hogy második Szilveszter, aki nem volt kortársa Mieskónak, ezt a koronát lengyelek részére készítette, majd megintetvén a magyarok, azaz első, az Szent István királynak küldi, aki szintén nem volt kortársa Mieskónak. Ugye szép kerek történet, abszolút bizonyító értékű. Tehát, hogy érthető legyen. Na most az egész történetben viszont van két szó, ami feltétlenül fel kell figyelnünk. És még majd egy kis kiegészítő rész is, amire megint fel kell figyelnünk. Ez ugyanis a következő. A lengyelek mindig kérnek. A magyarok minden előforduláskor követelnek. És akkor az ember ott van, hogy most miért? Azért, mert ilyen bunkók. Tehát ők már tudják, hogy ide csak pucolcipővel lehet bejönni. Bejönnek és követelnek. És akkor ember azt mondja, hogy jó, megnézzük az eredetit. Tehát nézzük meg a latint, mert ugye ezek latin nyelven maradtak fönn. És akkor látja, hogy hát igen, a lengyel követek ahányszor megnyilatkoznak, a quaero querere quaesivi quaesitum igét használják. Ez valóban a kér. Kérek tüzet tőle, quaero querere. Pontosan a quaero, mert ugye egyes számba kérem. Tehát a hétköznapi értelembe vett kérést jelenti. Igen ám, de a magyar követek nem. Hanem ők a flagitare igét használják. Flagito, flagitare, flagitavi, flagitatum. Kész. Na most nézi az ember ugye középkori latin szótárban, és akkor kiderül, hogy igen, ennek van egy ilyen jelentése, hogy hevesen kér. Na de a példamondatok egyértelműen elárulják, hogy miért kér hevesen. Azért, mert járandóságot visszakövetel, hangsúlyozom, visszakövetel, példamondat egyértelműen adja le, és fordítják magyarra. Vagy adót behajt. Érthető? Tehát valami miatt jár nekünk ez a korona. Erre alapozódik az a feltételezés, aminek egyelőre ezen kívül nem ismerjük bizonyítékát, hogy ha egyáltalán megjárta Rómát ez a korona, akkor onnan mi csak visszakövetelhettük. Mondom, ha egyáltalán. És ez azért nagyon fontos tétel, mert egy egész sereg csatorna megnyílik, ha az ember idáig eljut, amelyeken mi egészen későbbi korokig is, tehát jó késői korokig is el tudunk tájékozódni. Ugyanis volt egy olyan korszak, ez jóval később van, amikor szintén át akarták alakítani a magyar szent koronát egy másik ország felség jelévé, vagy uralkodói fejékévé. Mert így lehetett a legbiztosabban megóvni attól, hogy a magyarok visszaköveteljék. Mikor volt ez? 1784 és 90 között. Csak akkor nem lengyeleknek, hanem a második bizánci birodalomnak a koronájává alakították át. Tehát ez előképe, mint egy, sőt valószínűleg későbben fogalmazták, mint magát a kísérletet, tehát második Józsefnek ezt az aljas kísérletét. De teljesen egyértelműen ugyanilyenről van szó. Tehát ha egyáltalán hitelt adhatunk ennek a késői betoldásnak, akkor ennek nyilvánvaló célja az, hogy egy orgazdaság-szerű birtoklást, tehát magyarul nyilvánvalóan nem a pápa jött ide fegyverben és lopta el a koronát, ez teljesen nyilvánvaló, de valahogyan, ha ez egyáltalán előfordult, hogy Rómába került, ez biztosan nem békés úton jutott oda. És akkor viszont ezt nem kérni kell nekünk, hanem követelni. És azt is tudni kell, hogy a flagitare igének ugyanaz a szógyöke, mint a flagellum igének. És mit jelent a flagellum? Ostort jelent. Kit neveztek flagellum deinek? Isten ostorán. Tehát egészen nyilvánvalóak az átrímelések, az utalások, hogy itt, ha nem adod vissza, akkor még lehet, hogy Róma előtt Attila utódai lesznek, de nem valószínű, hogy ugyanolyan kegyelmet fognak veled még egyszer gyakorolni, mint Attila tette, ugye 452-ben. Tehát
Nagyon valószínű, hogy ha itt valóban visszakövetelésről volt szó, Attila neve biztosan szóba került. Mert azért kétszer ugyanazt a hibát nem szabad elkövetni. És ha még egyszer elköveti Róma, akkor ott már nincs kegyelem. Azt egyszer megkapta Attilától, másodszor már nincsen. És ha valaki ezt a pápa nagyon pontosan tudhatta, tehát azonnal átadta. Na most ilyen módon érkezik vissza, ha ez az egész nem csak fikció. De hangsúlyozom, ez legendában, és ott is utalásszerűen hangzik csak el. Tehát ez olyan, mint egy közös közlemény. Hogy megállapodunk, hogy a kényes pontokat nem érintjük. De úgy fogalmazzuk meg, hogy akinek azért van füle a hallásra, van szeme a látásra, azért látja és hallja, hogy mi volt itt az alapszituáció. Tehát visszakapjátok a koronát, de akkor az én felelősségemet ne érintsétek benne. Világos? Igen? Jó, akkor visszakapjátok, tessék. De ez a flagitare ige azért mégiscsak benne maradt, ami azt jelentette, hogy cenzúra elaludt. Vagy már kifáradtak egy nagyon hosszú éjszakai tárgyalás után. Benne maradt. És benne maradtak ezek az apró hibák, amik hát nem is olyan aprók, hogy hát azért ez lehetetlenség korszak tekintetében. Na, ennyit akkor a hiteléről. Na most mit mond az a pápa, aki ott nincs megnevezve, a magyar követeknek, amikor végülis átadja nekik a koronát? Azt mondja, menjetek haza, és mondjátok meg uratoknak, hogy, ja, és add vele együtt, ad vele együtt egy olyan keresztet, amit mai napig a koronázásokon használnak, ez a apostoli keresztnek nevezett kettős kereszt. Ez tényleg a koronázási jelvények között van, elég baj, hogy itt nem reprodukálták, tehát az első menetben, sőt, egyáltalán nincs is kiállítva a koronázási jelvények között. Na, minden esetre nagyon fontos az itt elhangzó szöveg, menjetek haza és mondjátok meg uratoknak, hogy mi, aki küldjük, csak apostolikus vagyunk. A csakot nem én mondom hozzá, ő csak apostolikus, vagyis apostoli, míg a ti uratok maga apostol. Most hangsúlyozom, ezt pápa fogalmazza, és a jelenlegi pápai főhatóság ismeri el hitelesnek. Most akkor egy kérdés van. Melyik a magasabb szellemi szint? Az apostolé vagy az apostolié? Akkor most a magyar király, a magasabb szakrális szint vagy a római pápa? Most ezeket kellene, de ezt tényleg tessék leírni, mint példát. Tessék utána nézni, ha kell a latin eredetiben. Az nem létezik, hogy egy magyar ember úgy nőjön föl, hogy nem ismeri ezt a példát. Én a magyar nemzet nevében, mint aki a Szent Korona jogait érvényesíti, igenis kikérem magamnak. És azonnal visszautasítom. Na most még ehhez következőt kell hozzátenni. Itt az elmúlt időszakban érseket neveztek ki. Legnagyobb megdöbbenésemre tapasztalom, hogy veszprémi érsek van. Tudtak róla? Veszprémi érsek. Kettő. Már nincs ilyen, hogy esztergomi érsek, hanem esztergom budapesti érsek van. Ilyen már nincsen, hogy kalocsai érsek. Kalocsa kecskeméti érsek van. És a magyar egyházmegyék határai nem felelnek meg a Szent Istváni határoknak, hanem ez a legutóbbi pápa a trianoni határokhoz igazította őket. Érthető? Tehát az egyház hivatalosan elismerte a 20. század, de az egész emberiség történelmében a legmocskosabb kényszerszerződést. Na most erre mondja az ember, hogy már elnézést, most tényleg álljunk meg egy pillanatra. Hogy jön ahhoz egy római pápa, hogy egy magyar király által megállapított egyházmegye határt korrigáljon? Hogy jön ahhoz, hogy egy magyar király, ráadásul szent király által megállapított két érsekséget átkereszteljen? Semmi jogkör ehhez nincsen. Ez csak koronázott, szent koronál koronázott magyar király, hitelesen, tehát nemzet által megválasztott, szent koronával koronázott magyar király változtathatja meg. Micsoda ripőkség ez, azt tessék nekem mondani. Nincs joga hozzá, ennyit erről. És ha annyira provokálják a mi hitéletünk, mert ez nyilvánvaló provokáció, hát akkor előbb-utóbb eljutnak oda
hát ahova minden ilyen provokációs sorozat után el fognak jutni, hogy a magyar királyság, tehát a Szent Korona teste, a nép, ez egyszerűen azt mondja, hogy gyerekek, ennyit már nem lehet büntetlenül tévedni, bocsánatot kérek. Akkor elegem volt belőletek. És nagyon közel állunk hozzá, tehát ez egy nagyon-nagyon kritikus helyzet jelenleg, mert amúgy sem sok dolog köti már a templomokhoz a hívőket. De ha még ennyire nyilvánvaló aljasságok tapadnak, és kifejezetten magyar talanító, magyar ellenes aljasságok, akkor bizony el fognak néptelenedni a magyar templomok. És akkor utána ne tessék ám sírni, ez nem kommunista propaganda lesz, hanem ez, ha szelet vetsz, fiam, vihart fog szaratni. És nagyon küszöbben áll a vihar. Most egészen konkrét beszélgetésekre is hivatkozhatnék, de bizalmasan tudom. Érsekkel beszélt egy nagyon közeli ismerősöm, pontosan egy barátom. És mondta, hogy már ők a népszavazás ügyében azért nem emelték föl hangosabban a szavukat, pontosan azért nem csinálták meg a javaslat szerint azt, hogy harangozzanak. Mibe került volna nekik? Most tessék megmondani. Egész egyszerűen mondta, ez már annyira nem érdekel, nekünk már annyira nincs a lelkekhez kapcsolatunk. Mi még egy darabig csináljuk, de már tudjuk, hogy úgyis elnéptelenek. Ez egy érseknek a hivatalos vélemény. Tehát, hogy érthető legyen, senki nem támadja őket, saját maguk ássák a saját sírjukat. Hazugságra nem lehet, nemhogy szakrális épületet, semmilyen épületet nem lehet építeni. És nekünk nagyon pontosan kell, minden magyar embernek kellene tudni, egy, hogy a magyar király, ha Szent Koronával koronázzák, és a nemzet választotta királynak, ez fordítva kellett volna, nemzet választotta királynak, és a Szent Koronával hitelesítették a királyságát, senki nem parancsolhat sem szellemi, sem lelki, sem testi vonatkozásban a földkerekségen. Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik, ez kemény tény. És ezzel nyilvánvaló csak olyannak szabad élni, aki méltó is rá. Most azt tudjuk, hogy utoljára, sőt, hozzáteszem, hogy pápai döntvénnyel kapcsolatban a magyar királynak, ha nem ránk vonatkozik, akkor is vétójoga van. Utoljára Ferenc József próbált ezzel élni, és nagyon lebeszélte róla, tehát végül is nem élt vele. De megvan a lehetősége.